Keegan Brown, tehát az ellenfél, majd Assad a számára 26. kiemeltje a tornának, a világbajnokságnak is. Hatta! Hát, egész nap Dan Dawson. De most látjuk először. Nem. Nem? Hát, az első két meccsen is ő volt. Azt én értem, de így be is vágták nekünk? Igen. Igen? Mi van? Szünetet kapott? Vagy? Az összes European Tour-t, vagy a European Tour-okon is ott szokott lenni speakerrel is, és a riportokat is ő csinálja. Na nézzük a bevonulást. Opponent playing in his first year on the PDC circuit and already with a ranking title to his name, making his world championship debut, it's the beast from the East Midlands, Big H, Harry meglátjuk, hogy 31 esztendős lett játékos, az itt mire megy, mert debütál Harry Ward az ellenfél. Tehát nem egyszer csak itt lett. Harry Ward is debütál, és Razma az ellenfele. Igen. Tehát és a meglepetés. Razma nem egyszer csak itt lett, hanem... Tehát két olyan játékosról, két olyan játékosról beszélünk, hanem akik ugye még nem játszottak a PDC világbajnokságon. 97-ben született Harry Ward, és 88-ban ugye Madás Razma, tehát van egy kis korkülönbség kettejük között, de... És azt kell még tudni, hogy ugye évelején szerzett Pro Tour kártyát Razma, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt az életében, mert onnan tudott ideig eljutni, ugye ő a Pro Tour ranglistáról jutott be, ha jól tudom, de most már ezért ránézek. Jó, nem. Hanem a PDC a Baltiken ranglistáról, igen. A 91. a jelenleg, tehát van a 100-ban ő. Igen. Ami azért nem elhanyagolható, bár az is igaz, hogy Harry Ward jobban áll lényegesen, ő már 76. Na ő viszont tényleg a Pro Tour ranglistája alapján érkezett. 137-es. Ez sima 20-as, meg egy 5-ös, 45. Na
Na tényleg annyira váltják egymást egyébként a kommentátorok, hogy most Mark Webster, aki szintén világbajnok, és ugye láttuk, ő volt az utolsó kijátszott harmadik helyezést, ő szerezte meg, még Barneveld ellen. 81. Jó, nagyon jó az a tripla. 96-os. Es, kicsit fölzárkózott, de Lázmár már kiszállón van, 19-es megvan, tripla 20-as. Kipatta a triplából, és akkor így oda lehetőség. 90-je marad, mondjuk Wardot. Az jó. 90 egészen pontosan, és így marad a 104. Nagyon jó. 30-a van, dupla 15-ös. Ilyenkor 20-asra kell kezdeni, mert két, ha sima 20-as, akkor is ugye folytathatja tovább. Nem dobja be! De két 20-as, ha két sima 20-as dob, akkor is ugye Bull kiszálló lehet. Tripla 18. Ja nem, 104-e volt, bocsánat. Maradt a 48, 56 volt a dobás. Négyes. Hoppá, az kívül van. Na még... Bedobja pont a sarokba. Ezt az irázma kezdésé. Igen, azonnal. Pedig nem úgy nézett ki. Tényleg Kyle Anderson is 0-2-ről jött vissza. Köszönjük közben a kisegítést ezzel kapcsolatosan. Igen, most hoppá, ez egy kipattanó, 120-as. Na, látunk most két, ez 80! Ott a negyedik. Az ötödik az fölé megy. 141 megy tovább. Ez nagyon jó. Jó, bizony. Egy kipattanó nyíllal ugye 241 ponton van. 5 nyílból szerezte ezt. Ez le is bedobja. Kicsit kiáll. Százas. Oh, 21. Három triplával. Es lett a vége ennek a sorozatnak. Nézzük a 130-at, ugye ott ki van írva, ebből a két triplából egy 20-as elég, de most már viszont kötelező a tripla, így nem, tripla 15-ös lett, amit Bullra dobott, ugye 90-re szeretett volna egy Bullt, 120, ebből így nem lesz kiszálló ebből a körben, fönnmaradt 19-es, az se jön, 56 a maradék. Hoppá! Ez csak tripla 3. Igen, 16-os kell, vagy tripla 16. Így Bull marad. Hoppá, 25. Nem sikerült eltalálni a Bullt. Dupla 20-ra megint két nyíl, bedobja elsőre. Kiszállózása nem gyenge, 3-2. Hullanak a nyilak. Igen, 80. Jó volt a reakcióidő. 96. Itt is jön egy tripla, 96.
motyhá. Easy fight. 85-ös. Nézzük, mi a válasz. Ezt jó kiemelte. 60. 60-as. Csúszik az egyesbe. Ez csak sima. 40. Tudom, hogy 40-et. Az első nem a második. Már neki. Neki, igen. 67. 77-es lőtt rá. Isten, egy egyes sikerül. Még nagyon fiatal ő is. 22 éves. Kell... A tripla, de nem jön, 49 a dobás, így nincsen problémája, hisz 6, azaz 6 darab nyila van 125-re, tripla 19, az sem jön, tripla 18 vissza, vagy 20, vagy bull. 68 a maradék. Na, ez jó. Állj. 80-100 a maradék. Nézzük azt a 68-at. 80-100 a maradék? Igen. Dupla. Ajj. Na, Razmán esetleg hozza a sajátját. Egy szektor, tripla és dupla. Lebontásban. De meg lehet ezt másképp is oldani. Nézzük, dupla-dupla. Ebből nem lesz így. 60 pontot dobott. Dupla 20 a maradék. Hozhatja az első szettet Ward, és hozza is. 3-0-ra nyeri ezt a szettet már, mint az első gémet, és így aztán vezet is 1-0-ra, így mehet pihenni. Simán nyeri tehát Harry Ward az első játszmát, 3-0-ra lett ellenfelével szemben, egyelőre nem túl magabiztos Vadar Sarazma. Nem játszott még a lett világbajnoksága, az első ilyen lehetőség az életében, a BDO-nál ott kétszer eljutott a legjobb 16 közé. A World Masters-en is 2015-ben ott volt a legjobb 16 között. És háromszor a BDO World Trophy-nál, a 32-ig jutott 2014-ben, 15-ben és 16-ban. És ugye a PDC tagságát az 2017-ben szerezte. Ward kezdte a második szettet, úgyhogy itt tekintetben az angolnál van az előny. Nem volt túl jó a kezdés tripla nélküli. Aztán itt viszont már jön egy, 100. Akarják. Az is egyébként 140. Nagy változás a közvetítésben, hogy nagyon keveset veszik le az eredményjelző táblát. Ezekben a helyzetekben, mikor hogy levált, és ugye búra dob, és oda 15-ös vagy a 2-es környékére érkezik, amikor ugye annyira közelít rá a kamera, akkor leszokták venni a táblát, az eredményjelzőt, és tökéletesen látszik, hogy hova megy. Ezt mostanában egyáltalán, tehát ezen a világbajnokságon egyáltalán nem használják ezt a dolgot. Szerintem
vissza kéne térni rá, mert olyankor teljes mértékben látszik a tábla. 46. De nézzük azt a 141-et. De... Tizenkilences, 2 és 164 a maradék. Hoppá! 14 maradt, 14. Dupla hetes, közel volt, 164-re nézzük Razmát. Nagyon kiemelte azt az előbb Ward, azt a 18-ast is annyira, hogy dupla lett belőle, dupla 18, még mindig dupla 7-es. Hoppá, az meg sok, dupla 16 lett. Tényleg hihetetlen, tehát ennyire nem hiszem, hogy nem lehet vivázni, tehát ráadásul ezt úgy van, és ezt tessék elképzelni, hogyha nem ismernek egy játékost, akkor oda megy hozzá egy ember a játék előtt, és megkérdezi, kérdez tőle. Ho, bocsáss meg, te sokat. És vissza, és kérdez tőle 5 vagy 6 variációt, hogy mire mit használ. És kész. Bedobja, igen. Mire szállsz ki? Mire 3-at szám? Igen. De tényleg ez van, és most ez tényleg kritikán aluli. És azt azért mondjuk, hogy kritikán aluli, mert tényleg egy borzasztó magas szinthez vagyunk hozzászokva. Közvetítés gyanánt 180! És ennyit hibázni, már a tavalyi VB-n is voltak hibák. De ez mostanában... Szegény boldog, hogy igen, addig ott volt egy 140-et, azért megérdemelt volna. De ez most tényleg nagyon sok hiba. 56-os. De 41. Nem tudott rá válaszolni az előző tripla nélküli körre. Hát tényleg olyan, mint egy nagy mackó, hogy oda is mackósan is oda megy. 95-ös, 170-re megy rá, ez már nagyon szép. Oh, 140-es a válasz, de nem éri el a kiszállót, viszont ez már 170-re mehet rá, viszont nem kell kiszállni a 170-ről. Az jó, csak kell még egy a 36-hoz, az meg kipattan! Rengeteg kipattanó nyíluk van mind a kettőjüknek, nyúluk, igen. Figyelek. Igen, a nyúlon túl. 93. Most már viszont 25-ösre kell kezdeni. Na, ezt most még nem lehet levenni egy picit. Igen. 18 vagy tripla 18, és megint a bull. Bedobja! Ez nagyon szép volt. 2-0. Volt kezd. Igen. 123. Az mától is jó a kezdés, nagyon jó, 180, a harmadik 180-a. A tojások is örülnek. Azaz. Ez most nem volt túl jó folytatás. Na nézzük a Razmának, jönnek-e azok a triplá... Oh. De most ezt érezte és gyorsabban csinálta meg a mozdulatot, meg mindent.
58 így is. Az egyik menne van, 100-as. Ilyen élet. Pá, de jó. 140-nel megy 123-ra. Most kéne egy jó 180-at dobni a Wardnak. Na, 116. Gyönyörű. 16-os, 56-od van. Utána kellett számolnia. Vagy 20-as dob, mint látom, 20-as fog dobni. Igen. Marad a 36. És könnyen lehet. 3-0, mert ugye 160 az nem kiszálló. Nem, de 68 az már igen. Tehát, hogyha hibázik, okay. Nem szabad hibázni. Most nagyon jól hozza. Bedobja, a sarokban, annál jobban nem is lehetett a sarokba dobni. Ficcagva. Egy-egy. Úgyhogy akkor mi is elmenjünk egy kis szünetre, és utána jövünk vissza a harmadik szett. De amilyen simán nyerte Henry Ward az első szettet, oly simán nyerte a másodikat, Razma. Úgyhogy egy-egyről folytatjuk. És az a legszebb egyébként, hogy csak 90-es átlagot dobott Razma. És 75-öt Henry Ward. Abban ugye a második szettben. Nem kezdett jól egyébként. 96 a válasz rá. Megint egy 56. Harry Wardnak egyébként ezzel az előző szettel lement 78-ra az átlaga. Most 79 ezzel a százassal. Easy. 80-as. Most egyikőjük sem két triplás köröket dobál. 46. 46. Es a két tripla, 19-essel a végén. Amilyen magabiztosan kezdte Harry Ward ezt a mérkőzést, annyira visszaesett, ugye? Nagyon érdekes, hogy... Pedig Razma se nyújt olyan extrát. Ez gyönyörű most nagyon. 134, 58 marad. Igen. És megint egy tripla egy. Nem megy ez most. Nem. Húsz. 180. Még csak kiszállóra se tudott menni. Igen. 200-ról. És dupla 20. Még van egy nyira. Nem. Rossz helyről világítják, mert nem ért. Csak kék kiszáll, hogy rákoncentráljon. De bedobja. Nála az előny. Hozta a saját kezdését. És hogyha ez marad a játék képe, akkor egy gyors meccsünk lesz. Minden bejön neki, ami nem szeretne. Tollon találta a már a táblában lévő nyilat, ugye ez. És Razma pedig érzi, hogy most nagyon kell figyelnie, mert itt van egy break chance ezzel a 40-es kezdéssel. Lehetett látni, hogy ki figyelt oldalra.
82-es. Azért ennél főleg úgy, hogy tripla 20-assal kezdett, természetesen jobbat szeretett volna. Hát ez hihetetlen, 38. Még Tini Ninja teknőcök voltak. 177-es! Hatvanas, arról is kérdez bármit a Tini Ninja teknőcökről akarsz. Teljesen képbe vagyok. Aha, teljesen. Én nem tudom, hogy kérdezni se tudok. Na hát ezért mondtam, mert én sem. 177 megint! Százas. Szépen azért a 80 alatti áttagról Rázma is megérkezett már 86 fölé. Az egy 8-as. És a dupla 20 a 17-es után bedobja! Na ez egy 12 nyilas viszont. Ez azért nem gyenge játék. 12 nyíl hátsó pályáról. Azt tényleg valahol jól lenne meg érezni, megtudni, hogy Borda mi történt az első. Olyan simán nyert az első szettet, mint hogyha... Elveszti a fonalat, 140. Rázma meg egy elkezdte azt a játékot mutatni, amit egyébként tud. Na most jön egy tripla. Kétszer, nem. 8. Nem, ezek mindig, tehát ott van, ott és van, akkor egy milliméter a másik oldalra. Ez itt csókolom. Jó az akku. Igen. Kizárólag természetesen szakmai szemmel nézve. Blazer az, az akku. A tripla 17. Az most jött, 90 a dobás. És akkor itt van még egy érdekes szám, tessék nézni, ez a 271. Természetesen 180, a 19-esre kéne kezdenie. És arra is kezd, és még mindig 19-es. Most már lehet dobni bármi másra. Speciál nem hármasra. Ez azért érdekes, mert hogyha a kettő, első kettő nyílból egy tripla és egy sima, akkor utána, ha a bullra dob, akkor a bullal is a 25-tel, a 25-ös a legrosszabb esetben 101, kiszálló lesz, így van. A 140-nel utolérte őt most. Százas, nem egy 130, nagyon örült annak a kiállás után, annak a tripla 20-asnak. Úgyhogy ez a folytatáson is valamennyire tud érződni, igen. Főleg nyilván a kevésbé rutinos játékosoknál, hogy ha nem jön, akkor ő nyilván be van állva, hogy már követ. Ez olyan, kicsit nekem olyan, mint a biliárd, hogy ott is már a következő golyót nézett, hogy úgy álljon rá fehér golyó. Igen. És, igen, úgy és kell, itt is úgy gondolkodik, hogy gyakorlatilag talán egy körrel előrébb, hogy majd nem jön, és arra... Nem, az előre szám. Vannak bizonyos számmisztikai elemek, amit használnia kell. Tehát például nagyon egyszerű dolog, tehát hogyha ha mondjuk 110, vagy 410... 100. Bocs, közül 100-as, és ugyan 48-on volt, igen. Na, ezt megvárom, és akkor még itt a szünet kezdődik, akkor utána mondok ezzel kapcsolatosan dolgokat, még mindig nem dobja be, na ez hiba, és ha például mondjuk megcsinálja, nem, azért szoktak 17-esre dobni az utolsó körbe. Gyer, várjunk, még mindig dupla 16, de nem dobja be. Ez most, és akkor még jön ez is, hogy odaér a duplához, és nem tudja, mert hát nyilván a meccsben lévő rutinja nincs meg hozzá, az adott meccsben lévő rutinja, az azért többször dobhatott duplára, és be is dobja. 3-0, ez is. 2-1. Zsinórban 6 leget nyer, az már is 2-1-re vezet. Pontosan. Viszont most nincs pihenő, hanem megyünk tovább. Így van. Na szóval egy nagyon fontos dolog, ha mondjuk ugye rengetegen azt játsszák azt a kezdést, hogy 20-20-17-es, mert hogyha jön a 17-es tripla, akkor ugye 410 pontra mennek le, és akkor ő dob 410 pontra,
és dob egy 20-as, meg egy tripla 20-ast, akkor nem szerencsés leváltani 19-esre, mert akkor 311 pontja van, 311 pontot egy 140-re, 271-re lesz, nem pedig 270, és már akkor számolnak ők, mert csak 101 triplákkal folyamatosan hamar kiszállóra tudja tenni magát. És ennek az a lényege, és azért fontos ez, mert hogyha van egy játszik egy olyan 90-es átlagot tudó, átlagosan tudó játékos egy 100-as átlag környékén, óval akkor, hogyha ezeket a helyzeteket nem használja ki, akkor köröket veszít, és még nagyobb lesz a távolság köztük. Ezért előfordulhat az is, hogy a saját kezdéseit és ezeket a számisztikákat jól használva, számolásos dolgokat jól használva körelőnyt tud magának kidolgozni. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. Ha ilyen szemmel is érdemes nézni ezeket a játékosokat, aztán utána jönnek pár ázsiai játékos, aki ebből nem nagyon tud még semmit, de abban a pillanatban, amikor elkezd játszani ebben a mezőnybe, véletlenül kártyát szerez, vagy challenge túrozni fog, akkor nagyon magasan elsajátítják ők is ezt a számolást, és nagyon jól fogják már végrehajtani ezeket a feladatokat. ...56-os megint. Na nézzük. Wardot. Az 19, 18, 93, nagyon jó. Igen. Harry Maguire, 122. Nagyon jó, és a Bull. Ó, ez egy 12-es lett, már a 38. Na nézzük azt a dupla 20-at. Meg tudja dobni egyből. Beidobja. Nagyon magabiztos. Ezzel 17 kísérletből 7 duplát dobott be. A hetedik legje, amit Sinorban hoz. Igen, ez a legfontosabb, hogy a hetedik legje, és jelen pillanatban Harry Ward 75-ös átlagon van, 85-ösön pedig Razma. 100-as. Ugye nagyon fontos egyébként, hogy ugye az ellen, tehát ennek a meccsnek a győztese, ami most nagyon úgy néz ki, hogy Razma lesz, Simon Whitlockkal fog majd játszani a legjobb 32-be kerülésért. 140, most egy kicsit összerántotta magát Ward. Ez. 137-es. De kéne az a tripla. Nincs tripla. 60 csak. Razma lemehet megint kiszállóra. Igen, előbb. És le is megy most már, ez biztos. Mi a vége? Eddig ez 80. 99, 105-ön marad. Az most jó! 180! Bedobja a triplát, a 13 és a dupla 16, 105-ről. Kilencet választja, és a dupla 18! 105-ről, hiába dob egy 180-at. Ward. December 21-én a délutáni etap második mérkőzése lesz a Simon Whitlock elleni
összecsapás ugye ennek a mérkőzésnek a győztese, akkor fog majd megint pályára lépni. Ugye 18-a van. Ott volt tényleg? Nem volt nála egy ilyen üveggömb? Lehet, hogy reklámot mentek forgatni, csak az egyik. 140, most nagyon jó. Most már minden mindegy alapon dobhat volt. Ellenben Ráz már szenzációsan dob. 100-as. Meg azt se felejtsük el, hogy a következő leget ő kezdi. Náját csúszik az egyesbe. 121. Egyébként szerintem szent meggyőződésem, annyira fiatal, mert egyébként 1997-es, hiszem 6. havi születésű volt, és előtte még olyan pályafutás állhat, mert fiatal. Majd egyszer csak ő is lesz, hoppá, most egy kicsit megakadtunk. Jó, minden rendben. 66 a maradék. Sima. Furcsa volt. Igen. Hát ez 47-es. 168. Bedobja a 2-1. Viszont Rázma fogja kezdeni a negyedik szettet, a negyedik legben. Kipattan. 80. Hogy örült neki, hogy így ki tudta hozni belőle a maximumot? Hoppá, mondjuk triple egyes is lett volna. Nagyon jó első nyíl. 100-as. Közelíteni tud. Sokat dob 56-ot, ami ugye tripla nélküli váltások. Na. 140, összeszedi magát. Na most ez egy nagy előny azért hátsó pályán. 86, kiszállónak nem kiszálló. Ward előbb lehet kiszállón. Jót kéne dobnia hozzá, hogy minél lejjebb menjen, az eddig jó, 137-es, marad a 86. 60. Ja, 60, igen, meg 203 volt, bocsánat. Nem tudom, miért emlékeztem 223-ra. 58. Na nézzük a 66-ot, tripla 10 vagy bull. 42-t választja, az is jó. Dupla 20. Bedobja! 2-2 brékkel, és most kezdhet az egyenlítésért. Óriási sírból jött vissza. Nagyon mélyen volt, de most kezdi összeszedni magát. Ez azért látszik az átlagán is. Ugye már ilyen 75-ös, meg 74-es átlagról beszéltünk, és most már 80-nál jár. Oda néz. 180! A harmadik 180, ebbe is kiegyenlített. Teljesen 2-0-ra vezetett, ugye Razma győztes helyzetben volt.
Erre. 83. Most megszenvedhet azért, hogy esetlegesen be tudja húzni a mérkőzést ebben a szetben. Megjön a tripla lent. 96. Igen. 96. Ugye ne felejtsük, ez első körös mérkőzés. Tehát megint kivattan neki. Eltalálja ezeket a kis illesztékeket is. 120 így is kihozta belőle. Paf, ez pont. Igen. Pont a csontba. Nálam az még a duplának is a dupláját érni. 98. Ezt be is lehetett volna fejezni. Minden a dupláját érni? Nem. Úgy játszok veled bármikor. Te dobsz. Jó? Jó. Te, amit te dobsz, az a dupláját éri. Na, arcoskodjál. Fussunk egy 60 métert, gyere. Hát ha adsz előny. Én azt az előnyt adom, hogy neked duplán számít. Jó, én 30-at futok. Jó. Igen, csak hívj egy mentőt. Egyébként 501-ből mindig én fogok nyerni. Mert nem fogsz tudni páratlanul párosra kerekíteni, ha mindig dupla. Gyönyörű volt, 2-2. Hát kérem szépen, itt közben elviccelődtünk. Egyenlített Ward és Razma kezd. 16-15 és egy 13 nyilas, ami azért érdekes, mert ennek a szetnek az átlaga azért már sokkal magasabb szintű, mint amit előtte dobott Ward, főleg a, ugye az első szettje az nagyon jó volt. Es átlagot dobott, azért ez már nagyon szép. 68, meg volt a tripla 20-as, de sok két szektor hiba is vele, oda néz, 140, de összerakta magát. Honnan fordíthat, ha sikerül neki, vagy sikerül Razmának összerántania magát annyira, 140, hogy ugyanazt a játékot mutassa. Mondjuk egyébként hozzáteszem, hogy 90 környéki átlaga volt. 140. Megint 140, úgy te szurkos. Hogy hergeli a magát a közösség, igen, nem? Ahogy pörög föl az esemény, úgy a nézőt ér is. Dobálgatnak, akkor ők is úgy eliszogatnak, de egyébként, ha megjönnek jó dobások, akkor ott is áll mindenki. Gyönyörű! Ez megint nagyon fontos szám. A 233, majd mindjárt erről is beszélek. 121-re még ott a tripla 17 jött volna, akkor a bulla belefejezni. De így van egy 68-a és a 145. Az két triplás. Igen. Amiből az első megvan. Áj, de kár érte. 66 a maradék. Pontosan ugyanúgy állnak. Igen, majd elmondom a 233-at is. Miért fontos? Bedobja és a dupla négy! Bedobja! Elveszi Razma a kezdését! Hát nem nyert! Azt mondja, nyolc legyet nyert Zsinór Razma. És azóta meg ő jön vissza. Nem is nyert, azóta ő nyert, hát négyet Zsinórba. Na, azt most akkor... Ó, most kezdett 41-el. Na, ki tudja használni ezt a bibit? A lett. Kéne a tripla, de ott se jön. 60 csak. Micsoda hullámzás. 8 legután 4 leget nyer Ward. És kiegyenlít és vezet is most ebben a szedben már. 140. És ugye első körös mérkőzés, nincsen tiebreak. Tehát aki először eléri a hármat, az fog nyerni. 95-ös. Sixty.
közönség is neki szurkol, igen. Igen, ez jó ez a dallam, ez mindenki. Ez mindenki, nem mindenkire jó egyébként. Ó, mekkora hiba, 26! Ó, és most már nagyon a közönség mellé állt. Stop egy 140-et, és ezzel 120-ra megy egy szektor. Úgyhogy 73-as átlagról pont a különbség. Felhozta magát ennyire jól. 59, Razla kicsit, mintha feladni látszana. Igen. Előbb ezt a leget. Ó, de jó. Sima. Igen. És egy kicsit ki kell állni, de ha 120-ról befejezi, nem fél. De van még ideje, de akkor is még nagyobbat lökött volna rajta felfelé. Nagyon jók ezek a sípkák. 140, ez most nagyon kellett. Kicsit azért oda helyezi a kényszert. Dupla 20! Még mindig a dupla 20. Bedobja! 2-0. Micsoda fordulat! Óriási! És milyen jó kis meccs lett belőle. És egyébként ugye ma 22 évével megvalósított, hogy rettent olyan, tehát mintha már legalábbis éveket töltött volna el ebben a műfajban, és persze játszik ő folyamatosan, de azért mégiscsak ez az első világbajnoksága, és az első meccse, és ez százalás kezdés. Hátsó pályán. 91-re a válasz. De jó lehet az... Zsolyos. Hallgatja és skandálják a nevét, igen. 140. Na, ez már is egy kicsit ráerősít. Na de jön Ward megint, egy tripla. Ott a még egy tripla. 121-es. Meg azt szeretem, amikor hogy a közönség reagálja a triplákat, és akkor mellé... Pá. 170-en van, na nézzük Wardot. Még azért korrigálhat. 85. 195 marad, ez ugye nem kiszálló. Egy tripla bent van. Nagyon jó, az más, nem. Már tripla nincs. 18 vagy bull, a bullt választja. 82. Most már tudjuk, hogy kettes volt. Most eldobálja most. Nem, az ő fog kezdeni a győzelemért. Medikopter. Az 1-1-7 a központban. Azért mondom. Igen. Nem mindig jó egy játékosnál. Nem dobja be a dupla 18! Egy 100 fölötti, és akkor megvan a meccs. Még ez is jó. Tripla 18. 57. 67. Van a maradék. Manoz require 36. Még itt följebb van. Nem dobja. Ezzel elúszni látszik ez a hajó. Ez azért sajnálom. Peri jól játszott, és még is volt a szansz. Sima és a dupla. Még azért ezt dobni kell ám, azt ne felejtsük el. De ledobja. Sima, aztán kiszére. 3-0-ra nyeri a döntőszettet. Úgyhogy zsinórba nyer 8 leget. Razma 2-0-ra vezet. 2-1-nél. És onnantól kezdve viszont nem terem babér számára. Mert Harry Ward megfordítja a meccset, és ő megy tovább 3-2-vel. No! Érdekes meccs volt megint. Steve Bunting és José Justicia következik. Ez már a második fordulóból jön ez a mérkőzés, úgyhogy várjuk vissza önöket.